Ezúttal egy olyan településre látogatunk, amelynek nevét már egy 1359-es oklevél is említi, és amely a mai napig létezik, annak ellenére, hogy a török hódoltság idején egy darabig teljesen kihalt volt. De a jelek szerint vannak települések, amelyeket nem lehet végérvényesen eltüntetni a térképről. A Fejér megye déli részén, a Mezőföld, Duna és Sárvíz közötti területén, a csatorna közelében fekvő község, alap korai történetére vonatkozóan nagyon keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a települést birtokló Salamon familiát 1359-ben említi először oklevél a településsel együtt. Később 1367-ben egy végrendeletben, majd 1464-ben Mátyás király adománylevelében szerepel a község. A török hódoltság alatt a 15 éves háború idején a falu néptelenné vált, mivel a császári seregek a kelet-dunántúli részek és Székesfehérvár visszafoglalása idején kitelepítették. Lakói a dunántúli megyékben találtak új otthonra. Később a Salamon család egyes tagjai elzálogosították itteni birtokrészeiket, melyeket még 1685-ben is lakatlannak jeleztek. A feljegyzések szerint az 1820-as években az alapi pusztákon számos juhász élt, hiszen a juhászat, mint általában Fejér megyében, ezen a vidéken is jelentős volt. Az úrbéri törvények megszűnése után a nemesek birtokai megvásárolhatók lettek, és fokozatosan a volt jobbágyok és a beáramló cselédek kezébe kerültek. A 18. században kialakult, kisebb kúriákból álló szétszórt nemesi településből 1850-től 1880-ig jött létre a falu, amely 1871-től nagy község lett. A visszaemlékezések szerint a 19. század vége felé a falu egyes részei még ritkásan helyezkedtek el a házak. Később a falu északi részén, a Fő utca és a Templom utca végén az első világháború után kiosztott vagy megvásárolt házhelyekre zsellérek építkeztek, ezt a részt nevezték Betyárfalvának. A község mára a kor követelményeinek megfelelően modernizálódott. Van azonban, ami nem változott. A falu lakói ma is főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. Alapfejlett szőlőkultúrával is rendelkezik. A szőlőművelést már a 19. század végén külön rendeletekkel szabályozták.